A hangversenyen felcsendült dalok és zenék évszázadokon és népeken íveltek át, az írott források és a szájhagyomány gazdag tárházából merítkeztek. Sebestyén Márta és Andrejski Judit, valamint társaik igazi karácsonyváró hangulatot teremtettek a Bácskos útfalvi református templomban. Biztosan tudtuk, hogy ez lesz a leges, legcsodálatosabb. Az utolsó koncert ebben a gyönyörű templomban, hát ezt a hangulatot a világ legszebb koncertenében sem lehet utolérni, mint, amiben itt ma részünk volt. Úgyhogy az ember nagyon-nagyon meghatódik, és megtelik a szíve örömmel. A koncert karácsonyi ajándék volt a közönségnek, amely a Belgrádi Kollégium Hungarikum és a Bácskosút falvi református egyházközség közös szervezésében valósult meg. Azt gondoltam, hogy a, a délvidéki magyarokhoz is el kell juttatni karácsony üzenetét, és ezt a hihetetlen kulturális élményt, Sebestén Mártát, Andrész Jövítet és barátaikat, ez a koncert tulajdonképpen Magyarország karácsonyi ajándéka a Vajdasági Magyaroknak. A hangversenyen európai népek karácsonyi zenéje csendült fel, az előadó művészek a görög, a török, az angol, a balkáni, a csángó, a bukovinai székely, sőt még a svéd népzenéből is merítettek, és azokat átdolgozva vagy eredeti hangzásban adták át a közönségnek. Nagyon nehéz megszólalni, akkora élményt jelent számunkra, és olyan nagy ajándéknak tartjuk ezt igazán nagyon-nagyon jó érzés volt a közös éneklés, és az is, hogy ennyire megtiszteltek minket, hogy ilyen nagy művészeket hoztak ide ebbe a pici kis faluba. El vagyok ragadtatva, nagyon szép volt. Nagyon-nagyon tetszett, és nagyon megható volt. Szeretnénk, hogyha gyakrabban történne ilyen esemény a moravicai Református templomban. Megható volt, hát remélem tényleg minél előbb vissza fognak gyűnni, és még élvezni fogjuk itt a templomi, egy meghitt közösségben, mint itt a Moravica